Itt egy konyhai lifehack, ami elvileg megkönnyíti a tésztafőzést. Úgyhogy, ha jó, ezt próbáljuk ki. Hát azt se gondoltam volna soha, hogy valaha egy lábost ölelgetve fogom magam videózni. Úgyhogy sem sípos majorásában csinálunk egy kis tésztát. Hágjátok még pár ilyen videó, azt meg a konyhafőnökbe. Azt mondjuk megnézem, hogy a szakácsok milyen arcot vágnának, amikor meglátják, hogy tésztaszűrő helyett egy fogpiszkálót használok. Na de most, hogy forróbb a hangulat a lábosban, mint a spanyol szappanoperákban, mehet bele a tészta. És mivel ez már tényleg olyan, mint egy főzős show műsor, ezért teszünk bele ilyet is. És ez nekem elég ádánténak tűnik már, úgyhogy nézzük azt a lifehacket. És elvileg annyi a sztori, hogy belerakom a fazék és a fedő közé ezt a fogpiszkálót, valahogy így, és utána el is tudom kezdeni önteni belőle a vizet. És hát, ahogy látom, ez tényleg egész furosan kiszűri a vizet, a tészta meg benne marad, úgyhogy fullos a dolog. Ha tusföldet teszünk az ételszínezék és a tej kombójába, az tényleg így néz ki. Na jó, ezt próbáljuk ki. És ide is hoztam mindent a mai Satisfying videónkhoz. Úgyhogy a fülpiszkáló számára hamarosan értelmet nyer majd a tejben vajban füröztésnek legalább a fele. És a kocka helyett most a kamera fordult, hogy jobban lássátok a dolgot. És egy picit lehet többen bele a kelleténél az ételszínezékből, de nézzük, hogy mit csinál most a tusföldő ezzel a kis kotyfalékkal. És... ó, hát ez eszméletlenül fullos szerintem, úgyhogy, já, működik a dolog. A videó szerint, ha 24 órára sóba teszünk egy tojást, akkor így fog pattogni. És mielőtt várunk, ezzel együtt megnézzük, hogy lehet-e WC papírból slime-ot csinálni. Na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy kezdetnek elővettem a jó magyar létünkre korábbról elspájzolt kb. 40 ezernyi kajás doboz közül párat, amiket valószínűleg sose fogunk mind felhasználni. De így legalább fel vagyunk készülve, ha bármikor el kéne csomagolni, 2 tonnányi savanyúságot meg pörköltem. Na de kezdjünk neki először mondjuk a sós tesznek. És kész is van. Úgyhogy nézzük a WC papír slime-ot. És most, hogy a WC papír jobban meg lett téve, mint egy csajbunyóból vesztesként távozó Amazon haja, mehet bele a víz. Majd nyomunk egy kis sampont az elfuserált tejberizsünkbe, egy kis ételszínezék, majd egy kis szódabikarbóna. És kész is van mind a kettő, úgyhogy 24 óra múlva tala. Az előző videóban elkezdtük megnézni, hogy tényleg elkezdte pattogni a tojás egy kis sótól, illetve hogy lehet-e WC papírból slime-ot csinálni. Mind a kettőnek kellett egy kis idő, úgyhogy eddig tudtatok tippelgetni a kommenteknél, hiszen most hozom is a végeredményeket. Úgyhogy nézzük is meg, hogy fullos lett-e valamelyik. Kezdjük mondjuk a WC papír slime-mal. És volt idő bőven összeállni ilyen slime-mal, úgyhogy most elkezdem kivenni. És nem olyan akar magától kijönni, úgyhogy rásegítek, de hát... ez nagyon nem úgy néz ki, mint egy slime. De legalább az ételfesték miatt tiszta kék lett a kezem. És mielőtt teljesen átalakulok hupikék, törpikékké, nézzük meg a tojást is. De olyan szép időnk van, hogy inkább kijöttem a friss levegőre. Nem csak félek attól, hogy kamu az eredeti videó, és bent tiszta tojás lesz minden, rosszul hiszed. Na de nézzük, hogy pattogni fog-e a sóba tett tojás. Itt is van. Hát ez full kamu. Sokan tegeltenek meg ebben a videóban, amiben így összekeverik a fogkrémet, de utána is csíkosan jön ki. Na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy minden eszköz bekészítve, a fogkrémnek a végét gyorsan leszedem, és ha esetleg érdekelt, akkor mutatom, hogy így néz ki egy csíkos fogkrém belseje. Most pedig úgy szétkapjuk belülről, mint ha ő tehetne róla, hogy az órai prezentációnk napján otthon maradt a pendrive-unk, amin a PPT van. Ezzel így meg is volnánk, úgyhogy nézzük, hogy tényleg csíkosan jön-e ki. Úgyhogy leisszerem itt a kupakot, és elkezdem nyomni. De hát ez... hát ez nagyon nem csíkosan jön ki. Úgyhogy a videó az full kamu.
Elvileg egy távvízzel meg egy kis körömlakkal, így meg lehet festeni a bögrét. Úgyhogy! Na jó, ezt próbáljuk ki. A terep kb. Már előkészítve, döntsük bele a vizet is. De fürdősóhelyet most egy kis körömlakot teszünk a bögre vizébe, majd gyorsan megmátóztatjuk benne, ugyanis szerintem rég mosakodott utoljára. Úgyhogy fogom, beleöntöm a körömlakot így a tányérba. Talán így jó is lesz. Igen, majd fogom és belemártom a bögrét, és elvileg meg is lesz dizájnolva. És hát, ja, ez így elég fullos lett. És a mai művészeti alkotásom eszmei értéke ismét az egekben van. Viszont arra figyeljetek, hogy a belsejében ne nagyon menjen ilyen körömlakkos víz, mert ha ebbe akartok inni utána, akkor az nem biztos, hogy a legegészségesebb lesz. Tekerés formájában sokan kértétek, hogy nézzük meg, tényleg lehet-e kristály és porcukorból vattacukrot csinálni, úgyhogy, ha jó, ezt próbáljuk ki. És Chef Sipos ide is hozta a Turmix gépet, úgyhogy öntsük bele a hozzávalókat. Viszont ha működik, ha nem, az összetevőket elnézve, ez biztosan nem egy diétás édesség lesz. De nézzük, hogy működik-e. Bármeddig is turmixolhatnánk, nem lesz belőle vattacukor, mint láthatjátok, ebből se lett, ugyanis a videó az full kamu. Viszont eddig kíváncsi voltál rá, akkor most már tudod, hogy így néz ki a kristály és a porcukor összeturmixolva. Házi Nutella mindössze kakaóból, meg mézből. Én azt mondom, hogy... De mi az a kezében? Na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy Chef Sipos idehozta az összes hozzávalót, plusz be ezt a kulacsot, ugyanis a pofonnal közösen hoztunk nektek húsvétre egy nyereményjátékot, amiben három ilyen felturbózott kulacsot tudtok nyerni, ugyanis most figyelj, van egy lecsavarható hangszóró az aljába, amit csak is simán le tudsz szedni, és már hallhatod is sajta a kedvenc zenédet. Szóval mondhatni, hogy pofon egyszerű a használata. Úgyhogy ha megnyernéd valamelyik bluetoothos hangszórós kulacsot, akkor részletek az Instámon, viszont most nézzük, hogy tudunk-e nutellát csinálni. Úgyhogy mehetnek bele a hozzávalók. Hát eddig nem túl guszta a dolog, na de keverjük össze. És állagra meglepően hasonlít az eredeti nutellához szerintem, viszont jöjjön az ízteszt. Amúgy ez simán csak kakaós méz lett, ami fullosan finom, de nem nutella. Ha ez igaz, akkor sok főzés lesz mostantól sokkal könnyebb, mert elvileg egy habverővel is ki lehet venni a főtojást a forró vízből. Na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy Chef Sipos a mai adásában meg is főzött már nektek egy tojást. És elvileg csak annyi az egész, hogy itt van a forrásban lévő víz, a tojás már megfőtt, és csak így bele kell rakni a habverőbe a tojást. Hoppá. Szóval nézzük meg még egyszer, tehát így beletesszük, és simán csak így kiveszük a tojást, majd rárakjuk a tányérra. Ahol tök fullosan ki is tudjuk venni a habverőből időt és egy csomó leforrázott újat spórolva ezzel. Egy múltkori videóban megpróbáltunk nutellát csinálni kakaóból meg mézből, ami nem jött össze, viszont tök finom lett a végeredmény, és elgondolkoztam rajta, hogy vajon milyen lehet ez a kis kakaós méz egy bögrésütiben. Úgyhogy, na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy Chef Sipos magyarásában egy saját receptet nézzünk meg. Megjöttek még pár ilyen, ezt kiadunk egy szakácskönyvet. Úgyhogy rakjuk össze a masszát. És a kész kocsfelékot berakjuk a mikróba mondjuk egy percre. Most pedig reménykedünk, hogy nem robban fel a mikró az első saját ötletemtől. És le is telt az idő, úgyhogy nézzük. Hát eddig nem a legjobban néz ki, de nézzük, hogy jó-e az íze. Szóval mézes kakaós süti, első próbálkozás. Amúgy az esküly tök fullas lett. Bár a tálalásra lehet, hogy még egy kicsit dolgozni kell. Sokan tegeltetek meg olyan videók alatt, amiknél ilyen egyszerűen nyomtatnak egy telefontokra. Úgyhogy, na jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy előtúrtam a vasalót és az összes többi eszközt. Köztük egy iPhone 5S telefontokját. Képzeljétek, nekem ez volt az ilyen első iPhone, amit rendesen használtam. Igaz, hogy csak ilyen cserekészülékként kaptam, amikor szerviz volt a sajátom egy haveromtól, de akkor is durva, hogy már 13-asnál tartunk. Na, nosztalgia a vége, folytassuk a tesztet. Úgyhogy meg is próbálom rávasalni a világ legfullosabb mondatát erre a szilikontokra.
És kellően rávasaltam már a papírt a tokra, úgyhogy bele is rakom egy tál vízbe. Így szépen óvatosan beleegyengetem, és elvileg 10 percet kell benne hagyni állni, és utána kész is lesz a tok. És le is telt a 10 perc, úgyhogy nézzük. Hát, ez elég érdekesen néz ki, és ha megpróbálom így lesatírozni, mint ahogy a videóban csinálták, és megpróbálom ilyen óvatosabban itt fentebb, hát ha... Hát amúgy egy minimálisan rajta marad. Szóval végeredményként itt egy minimálisan látszódik, hogy rajta maradt a nyomtatás. De egyrészt nem hiszem, hogy túl tartós lenne a dolog, másrészt elég macerás összehozni. Harmadrészt sikerült megolvasztom a vasalóval a telefontokat, szóval nem mondom, hogy full kamu, de nem ajánlom ezt a módszert. Tegelés formájában sokan kértétek, hogy nézzük meg, tényleg ilyen könnyen lehet-e buborékoszlopot csinálni? Úgyhogy, ha jó, ezt próbáljuk ki. Úgyhogy készítsük elő a terepet. És miután megkavargattam ezt az incsiklandó szappanos levest, mehet bele az eszközünk, és megpróbálunk ilyen oszlopot fújni buborékból. Hát ez... tök fullosan működik. Sőt, még így táncolni is tud. Na jó, elég lesz. Egy régebbi videónál körömlakkal dizájnoltunk meg egy bögrét, viszont többen kérdeztétek, hogy vajon mennyire tartós ez a kis művészeti alkotás, úgyhogy nézzük meg. Na jó, ezt próbáljuk ki. Mármint azt, hogy mennyire lehet megmosni egy körömlakkos bögrét. Tényleg erre furcsa dolgokra készülnek ezek a videók. És mivel a tegnapi videónál ilyen habot csináltunk nagyrészt mosogatószárból, gondoltam nézzük meg először ezzel, hogy mennyire bírja a strapát a bögre. De ahogy látom, bármennyire is dörzsölöm, még a dörzs is felénél sem jön le a bögréről a festék. Na de nézzük a klasszik forróvizes mosogatást. De ahogy látom, itt sincsen különösebb gondja a tisztálkodással. Úgyhogy ha mosogatásnál nem állsz túl sokáig, illetve nem használsz feleslegesen sok erőt, akkor valószínűleg elég sokáig veled lehet a kis bögréd. Viszont jó a tudat, hogy az acetol leszedi, ha például a belsejébe is folyt egy kis körömlak.